immár hagyománynak mondható, hogy július 3-a és augusztus 25-e között nyári napközis tábor van, melynek idén az Implomiskola a helyszíne. A tábor költségeit a gyulai önkormányzat saját forrásából fedezi. A tábort az első 7 év valamelyikét befejező általános iskolás gyulai diákok vehetik igénybe. Ez a gyulai szülőknek és a gyulai gyerekeknek egy nagy-nagy segítség, hiszen ide bármikor jöhetnek a gyerekek. Július 3-tól augusztus 25-ig reggel 7 órától délután 4 óráig vagyunk itt a táborba. Különböző olyan, olyan programokat szeretnénk összeállítani, illetve állítottunk össze a gyerekeknek, hogy a nyár folyamán, mivel tulajdonképpen ez nyaralás nekik, jól érezzék magukat. Hetente 2 alkalommal járunk a kalandparkba ki, kisvonatos kirándulás, ez egy egész napos program, ezen kívül Gyula nevezetességeivel ismerkedünk. Más gyulai táborokat is támogat a gyulai önkormányzat. Átjárás elnevezésű nyári tábort immár a 3. alkalommal az Összefogásra Sérült Gyermekekért Közhasznú Egyesület rendezte meg, melyet az önkormányzat 3 millió forinttal segített. A már lezárult 7-7 játékváros tábor kéthetes programjában 240 általános iskolás vett részt térítési díj ellenében. Az idei téma a vizek csodálatos világa volt. Ehhez az önkormányzat közel 4 millió forint pénzbeli, valamint 368 ezer forint természetbeni szállás és rezsiköltség támogatás biztosított. Önkormányzatunk több mint 8,5 millió forinttal támogatja a gyulai gyermekek gyulai táborozását, olyan nyári táborokat, amik egyrésztről segítenek a gyulai családoknak a gyermekfelügyelet biztosításában, hiszen vannak, akik erről nem tudnak gondoskodni, mert dolgozik mindenki. Nagyszülők esetleg nem Gyulán laknak, vagy az egészségi állapotuk nem teszi lehetővé, hogy gyerekre vigyázzon. Másrésztről pedig szociális alapon is igyekszünk támogatást nyújtani a családoknak ezekkel a programokkal, hiszen vannak gyermekek, akik olyan helyekre nem jutnának el, amikre így a táboron keretén belül el tudnak menni, amelyek egyébként rendkívül sok élményt biztosítanak. Várfürdő, gyulai vár, kastély, lovaglás, kisvonatozás és a többi és a többi. A háromszori étkezés térítés köteles. Azonban akik szünidei gyermekétkeztetésben részesülnek, nem kell fizetniük az ebédért. A táborért napi 100 forintot kell fizetni, de a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekek ez alól is mentesülnek. Az önkormányzat saját forrás terhére június 19 és augusztus 21-e között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő és azt igénylő gyermekek számára nyári szünidei étkeztetést biztosít déli melegfő étkeztetés formájában. Az étel elfogyasztására, valamint átvételére több helyszínt jelöltek ki. Aki nem kap rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, azt Gyulaváros önkormányzat a saját forrásból, saját keretből segíti. Ez azt jelenti, hogy aki megfelelnek a jövedelmi viszonyoknak, itt az egyfőre első jövedelmi viszonyokat szoktuk általában nézni és vizsgálni, azok nála családoknál a gyerekenként 5800 forintot tudunk iskola kezdéshez biztosítani. Azt szeretném kihangsúlyozni, hogy mindez idáig nagyon kevesen érdeklődtek nálunk, és nagyon kevesen adtak be ez iránt, a támogatás iránt kérelmet. A gyulai önkormányzat idén is részt vett a nyári diákmunkaprogramban, melynek célja elősegíteni a fiatalok munkához jutását, és ezzel a korai munkatapasztalat mellett a jövedelem szerzés lehetőségét is. 3 hetes időtartamokban, 6 órás foglalkoztatással egységesen 135 diák bevonását biztosította az önkormányzat intézmények és gazdasági társaságok bevonásával.